Sziasztok! A mai videómban egy olyan kérdésben próbálok nektek segíteni, amiben a legtöbben érdeklődtök mostanában nálam, illetve látom a többi Facebook oldalon is, hiszen ezek az Erikák, a Kallunák, hogy hogyan lehet őket megkülönböztetni, minek mi az igénye, mi az, ami évelő, mi az, ami csak egy szezonba díszít, úgyhogy ezekben próbálok most nektek segíteni. A három legjellemzőbbet hoztam most haza, hogy bemutassam. Az egyik ez az Erika Gracilvész, majd mutatom közelről is nektek, hogy hogy néz ki. Aztán vannak a Kallunák, ugye ebből van fehér is, rózsaszín is, ezeket árulják talán a legtöbb helyen ilyen barkácsárházakban, virágboltokban is. Illetve én így hívom az igazi Erika, az Erika Karnea, amik viszont már itt vannak a sok-sok kis bimbó rajta, de ez majd csak február körül kezd el virágozni, és majd májusig virágzik. Viszont ha már így a kezemben van, meg is mutatom, hát ez a legtélállóbb. Tehát ezt érdemes ültetni, nekem is ez van a kertben, ez a legstrapabíró. Tehát kicsit ilyen fenyőszerű kis tűlevelei vannak, de örökzöld, tehát télen-nyáron rajta van a lombja. Itt már megrakódik ilyenkor ősz-nyár végére, őszre a bimbókkal. Fehér rózsaszín, egész sötét rózsaszín is van. Fél árnyékba a legjobb, teljes árnyékba azért nem virágzik annyira. Napos területre is lehet, de akkor érdemes vastagon mulcsozni a környékét, és kapjon elég sok vizet. A legjobb neki ez a szűrt fény vagy félárnyék, és a nagyon kiszáradás nem bírja. A telet teljesen bírja, tehát teljesen télálló, úgyhogy azzal nincs gond. Majd a videó végén csatolok róla a képet, hogy milyen is, mikor virágzik. Úgyhogy ezt keressétek, mert ez teljesen télálló, szépen nő, bokrosodik, ilyen kis párnákat alkot. Ez az, ami évekig gyönyörű dísze lesz a kertnek. Aztán amiket most ugye árulnak a virágboltokban, én is árulom, ez az Erika Gracilis és a Kalluna félék. Tényleg ezeket is Erikáknak hívják, de ez Kalluna, a csarab. Ő ugyan egy Erika féle, de sajnos nem télálló. Tehát nagyon látványos, jól néz ki. Én is szoktam ültetni cserepekbe, de tudom, hogy télen kifagy, tehát kiültetem őket, hagyom megfagyni őket, a kicsit megfakulnak, de egész tavaszig szép díszei a cserepeknek, a bejáratnál, a kaspokban, de én úgy kezelem őket, mint hogyha egy kis szezonális dekorációk, de lehet akár belőle levágni és koszorút csinálni belőle, adventi koszorúra nagyon jól lehet használni, mikor megszáradt már díszíteni, úgyhogy ezt érdemes így kezelni. Aztán a Kallunák, ők hát egy kicsit ilyen különlegesebbek, enyhe teleken, és aki savas talajba ülteti, és kellően locsolja, megmaradhat, de sosem lesz már ennyire szép, vagy nagyon-nagyon kell érteni hozzá, és mindent megadni neki, annyit meg nem érnek, meg nem is kerülnek annyiba, amennyi küzdelem ára lesz csak fele ilyen szép virágos. Tehát lehet, hogy áttelel, de csak szenvedni fog, nem lesz olyan szép virágos. Úgyhogy ezt is én úgy ajánlom ültetni, hogy egy szezonális virágbeültetéshez, cserébe, kaspóba, kertbe, bárhova, De jövőre egész tavasszal, nyáron szinte felesleges vele küzdeni. Tehát ez az Erika Karnea az, ami évelő, télálló, nyárálló, és évről évre egyre szebb, egyre nagyobb lesz. És ezek a Kallunák, és ezek az Erika Gracilisek, ezek pedig csak úgy tekintsük rá, hogy ilyen szezonális, egy szezonra, vagy max. Egy-két évig, ha valaki szerencsés megmarad neki, de inkább mondom, úgy érdemes tekinteni rájuk, mint egy nyári virág. Köszönöm figyelmeteket, és ajánlom, hogy iratkozzatok fel a Kertész Kertje YouTube csatornámra is, hiszen oda is mindig feltöltöm az aktuális videókat, és az összes eddigi videót is megtaláljátok ott, tehát vissza lehet nézni, vissza lehet keresgélni őket, és hasznosítani őket, úgyhogy iratkozzatok fel, és akkor nem maradtok le egyik videóról sem. Köszönöm szépen!